Az vagy, hogy ugye még három vidéki volt a válogatott, hogy nem úgy emlékszem, hogy Bogósa és Zsuzsa még a Fehérváron játszott. Hát ott Bárhol nem is volt, Lászban is volt, a Bogósa is. Azt én találtam egy nagyon érdekes képet, hogy a az olimpia, ugye az olimpiáról indulás előtt a tatai edzőtáborban Kádár János tartott lelkesítő beszédet kiadott, az az van egy az hogy zajlott le? Én nem tudom, az olimpiai utáni fogadáson ott voltam. Mit, sokan tudjátok, az úszodában pénztáros kiolgozom, amikor a Faragó nevű vízilabdás világcsodája itt volt egy csapata, szurkolni. És felelemítettük az olimpiai utáni fogadást. Ezt el kell, hogy meséljem nektek, mindenki kiöltözve egyenruhát, Faragó volt, fülbevaló, ami akkor még nem igazán volt elfogadott, félmeztelenül, sötét égzakmúban, rövid nadrágban és papucsban felelt meg az olimpiai utáni fogadásra. Ez akkor nagyon nagy dolognak számított. Tehát a búcsúztatón nem a fogadáson ott volt. Isza, neked milyen emlékeid vannak Moszkvára? Hát nekem először is az volt, hogy nagy csoda egyáltalán kiszúrtam. Tudnék, az olimpia is elérített zöldöket sérültem, és megütötték a programmát egy rossz alapfogadással. Úgyhogy a selejtező nem tudtam részt venni. És minden álmunk volt, hogy jussak az olimpiára természetesen, és azt annyit megígértek ma Killik, hogy amennyiben olyan állapotban leszek, hogy tudok játszani, akkor biztos utató kerettag vagyok, mert hát azt meg kell mondjuk, azt a bőrit is ebben megerősít, hogy mi, akik ott voltunk válogatottak vidékiek, mi nem voltunk küzdködelve, már ezt mindenki tudja, úgyhogy nekünk háromszor annyit kell dolgoznám, hogy folyamatosan ott tudjuk lenni egy csapat mellett, mint amennyit egyébként a többieknek. Tehát a pestiek azért nagyon-nagyon sok mindent előtt élveztek. És hál' Istennek olyan jól sikerült a bőrét, hogy én már a nyári távon is részt tudom venni, és már tudató keretek voltam. Illetve játszottam is kevesen, de nem túl sokat a olimpián, ez így igaz. Úgyhogy annyira nem is éreztem magam ilyen kezdve negyedik helyet, mert nyilván a nevel a kolézióban azt, amikor tesz sérte. De maga az élmény, ami ott volt, az tényleg csodálatos. Tehát egy olimpiát nem lehet elképzelni, azt csak így lehet élni. Mert hiába mondom, hogy ez ilyen jó volt, mert az olyan jó volt, aki nincs ott abban a millióban, az nem tudja értékelni. Az, hogy a világ legjobb versenyzőivel sétálsz az utcán, és mindenkivel találkozol, köszönnek, megállnak, beszélgetnek, megkérdezik, hogy milyen eredményt értél el. Tehát egyszerűen olyan közvetlen, hogy mindenki olyan világsportolók, akiket soha életben nem láttak, vagy legalább csak tévében például. Úgyhogy én nekem ez hatalmas élmény volt tényleg, nagyon jó volt ez az olimpia. Ugorjunk egy kicsit előre pár évvel. Sanyi megtartja az első edzését az akkori még Nagyvárdi utcai általános iskolában. Milyenek voltak az első benyomások? Én szerintem nekik én nagyon új voltam, erős voltam. Az az igazság, hogy én ide úgy jöttem, hogy mindenképpen egy három év alatt egy érmet szerettem volna elérni. Árpi bácsi nem nagyon hitte ez, hogy ez sikerült, és mondta a nagy elődeimet, hogy azoknak se sikerült. És mondtam neki, hogy nem baj, én megpróbálom mindenképpen. És akkor én nagyon határozottan, én nem hiszek másba, a munkába hiszek. Az, hogy egyébként itt már a hölgyemények mondták, hogy Pesti uralom volt, igen, 16 NB1-es csapat volt akkor a NB1-ben, és 12 Pesti volt.
négy vidéki volt összesen. Óriási pesti fölény volt, és én Kecskeméttel is már úgy gondoltam, hogy ha akarok valamit, akkor a munkába lehet a pestiekkel követni. Adottságot egy Spartakusszal, aki abban az időben, mint amilyen negyedik, ötödik volt Magyarországon, a 14. játékosa is olyan válogatott szintű játékos és válogatott is volt, akivel nem lehetett egyszerűen fölvenni a versenyt. És ide, amikor ide jöttem, hát a Kati azt egy évig tudja, hogy nálam nagyon hálózni kellett ahhoz, hogy előre tudjunk jutni, és előre is jutottunk. Nem volt könnyű, nekik meg főleg nem volt könnyű váltani. Hát én a világ életemben azt képviseltem, hogy a jót azt meg kell fizetni. A közepest azt nem szabad, hogy engem rosszat meg ki kell rúgni. Ez ennyire egyszerű. Mindig azt mondtam, hogy nem létezik, hogy helyes halmon túlmegyünk, akkor ott azok sokkal okosabbak, mint mi vagyunk. Lehet, hogy földem a fű, de nem valószínű, hogy okosabbak, nincs meg tudjuk azt csinálni. És én erre törekedtem, hogy itt is megpróbáljam ezt elérni. Nem volt könnyű. Nekik se, a játékosoknak se. Nagy volt a változás. És szerintem Ámi bácsának se volt könnyű, mert jelentően amire volt. Aki, most mondjuk ki, hogy te voltál Miskolcon, ami az első menedzser típusú edző, tehát több voltál, mint vezető edző. Ámi bács, hogy volt ezt könnyű megélni, hogy van egy olyan edző, aki lehet, hogy nem azt mondod neki, hogy üljél le, akkor legyen. Hát, mi bácsi, én hallottam? Nem. Nem. Azt kérdezi, hogy boldogultál vele. Lassan. Egyeztettem vele. Igazolni kellett játékost, igazoltunk amerikai játékost, igazoltunk jugoszláv játékost, hoztunk NB-ből játékosokat, tehát erősítettük a csapatot. És mi lett a vége? 92-ben a bajnokságban ezüst érmesek lettünk. És mit csináltam? Egy mikrobuszt szereztem, és Görögországba vittem a csapatot. Ajándékból, hogy érezzék, hogy játszani kell, érdemes, mert így kaphatunk jobban. Mondom tovább. 93-ban pedig Magyar Kupát nyertünk. A Magyar Kupa pedig vidéki csapathoz 23 év után érkezett. 23 évig a vidéki csapatok nem tudtak labdába rúgni ilyen tekintetből, mint ahogy mi a jó együttműködés révén. És mi lett a vége? Miskolc ezek után 93-ban a kosárlabda sport városa lett. Ez egy rendkívüli érdem. Kaptunk táblát, kaptunk zászlót. A táblát 20 év után szereltettem fel a sportságokra, a zászlót pedig újra csináltattam, mert akikre rávoló bízvádok nem akasztották ki, de most már megvan, és ki lesz akasztva majd a sportságokra. Ennek még azt mi kaptuk, a város. Ennek még a ma este folyamán lesz jelentőség ennek a mondatban. És kérem szépen, még szeretnék valamit mondani. Azt volt, én a csapatot kivittem Finnországba is.
Finnországban a valamelyik cég nekünk a gyártók szállított targoncákat, nagyon erős targoncákat, és jó kapcsolatunk volt, és fogadott a polgármester is bennünket. Sose felejtem el, amikor a csapatot, meg engem is fogadott a polgármester, akkor olyan cégvezetők voltak, akik kinézték a nyakkendőt a nyakamból, ki kellett velük cserélni. Sose felejtem el, és akivel kicseréltem a nyakkendőt, másnap a csapatot meghívta a voltjába, az ajándék voltjába, és mindenki félállók vásárolhatott onnan ajándékot, és így jöttünk haza Finnországból. És én a csapatot a kapcsolataim révén Amerikába is kijuttattam. Én nem mentem velük, mert én hivatalból jártam Amerikába, ahol Tom Lantos is megölelt, aki 47-ben ment Amerikába, és ott képviselőre a dolgozó szobájába fogadott. Tehát Amerikába is kiment a csapat, és az amerikai csapat pedig visszajött, és az egyetemi körcsarnokban játszottak. Tehát tulajdonképpen olyan életet kellett biztosítani a csapatnak, hogy a 6 év alatt tényleg 8-szor dobogóra tudjon állni, és én erre nem kívülisztő vagyok. Azon keveskedjétél, hogy aki játékos képviselőként is szolgálatod a klubot, milyen volt a váltás? Hiszen te még dolgoztál Baltár Sanyának a játékosa, a következő évben már a első számú segítője a szakmai vonalat. Akkor már tudtuk, hogy Király Sanyi lesz, hogy mind hátután voltunk boldogok. Hát ismertük már névileg, és tudtuk, hogy jó itt aztán lesz nem olyas. Hát ez így is volt. Tehát rengeteget dolgoztunk, nem voltam abban az időszakban kövérket, de 62 kiló voltam, mindig oda vártam nekem, hogy na, áron még vártok, hogy lefogyasztottalak, hát persze, mert állandó mérlegen is volt, tehát álltunk a mérlegen is, büntetés, és ezzel indít. Nem beszélve arról, hogy folyamatosan kutattunk mint a stadionban, mérte a köröket, kutattuk a 400-akat. Én még akkor 33 éves voltam, és még úgy gondoltam, hogy nem urá végig lesz, van vagy 6 évem. Hát nem volt, mert nem bírtam ezt a kiképzést igazándiból, mert rengeteget melóztam, úgy gondolom, meg az egész csapat, és néha úgy éreztem, hogy na, a kispad nem nekem való, és elkezdett leépíteni a edzőkat, és akkor ezért jött ez a döntés, hogy na akkor én ezt abban hagyom, én nem akarok vele vitatkozni, nem akarok konfliktus, stb. És akkor ő mondta, hogy hát jó, akkor hagyd abba, de akkor gyere segíts nekem. Hát én azt gondolom, egy kikötésem volt, ha jól emlékszem, hogy az utánpótlásban is dolgozhassak. Hát nagyon sokat dolgoztam, több éven keresztül, meg mondom őszintén, mert ugye rohadtam, ott voltam a felnőtt edzéseken, ott voltam az utánpótlás edzéseken, az egyik helyen, másik helyen, de olyan tényleg valóban, ugye szokták szívni, hogy ilyen volt, vagy olyan volt, de igazándiból, amit meg elértünk, tehát az bizonyítja azt, hogy végül is jól mennek ezek a dolgok, és amit fel tudott neki mentségére adni, az, hogy mindig kiállt mellettem. Szóval mindig ott volt ilyen felvillanyát, ne menjél Amerikába, te maradsz itthon, mert ez, stb. Nem volt ilyen. Tehát mindenhol mindig részese voltam mindennek. Mindig gondolom, hogy ezek az évek jó évek voltak. Csak annyi volt, hogy... Valaki közben szót kérdezik, parancsolat? Persze, nem hatalmasan értékelne Árpi bácsit és Sanyi barátomat.
de mindenképpen szeretnék két embert megemlíteni, ha már diózsonyi kosárlabdáról van szó. Az egyik Horváth Józsi bácsi, aki Ádi bácsi előtt volt, a szakosztály elnöke, a 42-es havasi iskolának volt az igazgatója, és Balmon Gáspárról is legyugosztalja, akit nem régen temettünk el. Isztalev Karcsi. Tehát van a 80-as évek előtt, már koronában voltunk. Schreiber Józsi. És amit szeretnék elmondani, tehát én engem a Horváth József hívott be a szakosztály vezetésébe a 70-es évekbe, és én velük 10-100-szor körbe mentem az országot, mindenhova. Mentem a csapattal, és egy sztorit elmondok végezetül. Kapos, ha már Kecskemétet említettük, jöttünk haza Kecskemétről, természetesen akkor nem győztünk, és hívi hangulat volt, ahogy a női kosárlabda csapat a vereség után. És mindegy ház el meg kellett állni, mert pisírni kellett a lányoknak. És leszálltunk a buszról, ugye, és mondom a gyerekek, mondom Katika, Ároni, Katika, mondom utcát, de nem is mondhatod, hogy utcát neveztek el róla. Felnéztek, és ki volt írva, hogy Sárkány utca. Miskolcik mögött a tekint csapat. Úgyhogy életem élményei volt, és köszönöm szépen, hogy veletek lehetek. Köszönöm szépen. Bocsánat, hogy szabadba vágok, de amíg jön meg, állandó terve az, hogy is kérdezik.
3 gól. Hát én nem emlékszem már, hogy valami. Nem állítok le a jegyeladást. Ő azért, mert már ahol 80-an állhattak, ott 160 ember áll. Na jó, de ki mit érez? Én szerintem nagyon sokan jártak a 90-es években kosárlabda meccsre. Előtte is, hát persze, hát Diósgyőrben nyerni nem volt könnyű. Én Kecskemét, te tudom. Sőt, nagyon nehéz dolog volt. Jó csapat volt itt előtte is. Mégis jó, hogyha az eredményességet, amiről itt a nagyobb a lányok már ugye beszéltek, hogy ez miért nagyon jó. A bajnokságban van érem, nincs érem. És a közönség, ami én szerintem egy, hogy mondjam, ha valaki nekem azt mondta volna 92 előtti pár hónapban, vagy egy városi sportcsarnok, Pécsen, ami a pécsi ugyanekkora, mint a miskolci, kicsit mással, de ugyanekkora, hogy kicsi lesz a női kosárlabda meccsre, hát kiröhögtem volna. Amíg előtte 3 hónapra azt mondja valaki, hogy annyi ember, és nem lehetett bejönni a meccsre. Annyian voltak például Pécsen, utána egy miskolcon is. Sándor, neked... Ami elképzelhetetlen volt. Na. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a mi alapján, hogy miért esett a választásod, kapjunk, hogy ő lett a segítő? Hát azért, mert nem látom Isten Jugoszlava, hogy a Dupán Józsi volt a DVTK-nak az elnöke, és gyakorlatilag a Katival ugye megjegyeztem, hogy nem bírja, és akkor majd utánpótlás vonalon gondoltam, volt neki ugye edzői papírja, hogy akkor fölépítjük azokat itt minden edzőt. Tehát akkor volt az, hogy karcsúsították a DVTK-t, és azt mondta a Dupán Józsi neked, hogy biztos, hogy nem veszem föl semmilyen utánpótlás edzőt. Mert a röplapot, a virkózó gyereket is, mit tudom én hányat el kellett edzőt küldeni, meg a fociba is kizártak. És akkor Zékány Kista bácsi volt nálam, akkor az ügyeletes, aki, ha én valamit nem tudtam, ő biztos, hogy tudta, mondtam neki, Kista bácsi, jár nekem más az edző? Jár. Na akkor rárodnék, mondtam neki a Kuszmannak, akkor rá. Jó, de azt mondja, nincs neki gyakorlata. Nem baj, majd megszerzik. Ő a másodettő, nem teszünk ki utal egy év után, nem kérdez múlt az utcára senki. És akkor Kati így lett edző mellettem. Most is így ül már. Nem, neki se volt könnyű, hát én nem vagyok egy könnyű eset, tehát ezt én sosem mondtam magamról. Én elég, van elképzelésem, az tűzön minden keresztül próbálom vinni. Nagyon jó volt. Igen. Akartál, hát persze, Kati is akart, követte ezt a fordulatot. Azt akartam mondani, hogy a jelek azt mutatják, hogy jó volt a közös munka. Igen. Így van. Nem, de nem volt neki se könnyű, hát nagyon nagy volt a váltás. Hát, én mondom, nem hiszek semmi másba, most sem, csak a munkába. Abba, hogy nem tudod, fölugrasz, odaérsz, nem érsz oda, megcsinálod, nem, én nem hiszek másba. Most újra Jucihoz és Icához szeretnék fordulni, mert 83-ban volt egy Európa-bajnokság Magyarországon, és a Pesten tudtak valamit az okosok, mert Miskolcra hozták a csoportmérkőzéseket. És így vissza tekintve az eredmények, mindjárt az első meccsetek egy elég nehézre sikerült, mert egy román csapat ellen játszottunk, aki ellen mi torony magas esélyesnek számítottunk. Emlékeztek rá, hogy indult az első meccs? Nem tudom, ez elég hangosan.
ahogy a választás nem azért nem van legészen, mert eldöntöttük, hogy a magyar csapat a kukornecsét ott játsza, hanem azért, mert mi ketten játszottunk Győrbe, és minden mérkőzésen nagyon jó szurkolótábor volt, tehát teltház volt, és abban reménykedtek, hogy majd a közösség segíteni fog nekünk, ha valami probléma lesz. Na hát ezt így kezdtük, hogy rögtön probléma volt. Tehát az első mérkőzésen a románok ellen hosszabbítást tartottunk csak nyerni, rettenetesen készültük, előtte két hetet ítettük táboroztunk Miskolcon, és igazából hosszabbításra tudtunk csak nyerni 2 ponttal, tehát 87-85 volt az eredmény, ha jól emlékszem. Ehhez egy nagyon pici kis anekdotát hozzáfűznék, hogy azon a mérkőzésen, hál' Istennek, nekem egész jól ment a játék, elég sok pontot is dobtam, de 13-12 büntetőt dobtam be. És a Kili odajött a mérkőzés után, és azt mondta, hogy na, mindent, megtanulhatnál büntetőt dobni. Hát ez túl jó, ha 13-12-t adunk is este jó, hát mondom, ki megtanulok, hogy mindent adogjak. Ez nyilván ízből mondta, de valóban akkor nagyon sok büntetőt dobtunk az egész csapat. Tehát így tudtunk. Ja, ez a románet, igen. És hát aztán kicsit feloldottunk, szerintem mindenki nagyon izgult, nagyon nagy elvárás volt, mert úgy gondoltuk, hogy ez végre az a lehetőség, hogy tudunk érmet szerezni. Hosszú-hosszú évtizedekig nem volt érmes a magyar válogatott. Mindig ott voltunk tűzközelben, meg Európa-bajnokságokon is az első 6-ban, vagy például 74-ben, akkor az első Európa-bajnokságon voltunk Szicíliában, ott is negyedikért voltunk, tehát ott is minimálisan csúsztunk le az élemről, és ezt mindenki úgy könyvelt el, hogy most a csapat annyira összeállt, hogy most élemesélyesek vagyunk, és ez egy kicsit felelősség volt nekünk szerintem, és elég izgultunk az elején. És akkor meséljetek nekünk egyébként az utolsó csoportmérkőzésről, a jugoszlávok ellen, amikor 10 ponttal vezettünk a szünetbe. Mi történt ott a szünet után? Hát elsősorban addig is volt ez a mérkőzés nagyon fontos nekünk, mert ugye az olimpián a nyugosztávokat kaptunk járványokban, úgyhogy becsúsztunk az életről. És ez nagyon nagy fájópont volt számunkra, és mondtuk, hogy itt a lehetőség, hogy vissza kell várni nekik, hogy most akkor mi vagyunk ott, hogy élelmesélyesek vagyunk, és jól lenne megnyerni. Ez, ugye akkor ezek a csoportnak már nem itt voltak Miskolton, hanem a Budapest sportcsarnokban játszottuk ezeket a mérkőzéseket, és mindenki úgy könyvelt el, hogy tényleg most van esély rá. Szerintem egy nagyon fantasztikus és izgultok. Óriási izgalommal és rengeteg nézővel, mert tényleg nagyon sokan voltak akkor a Budapest sportcsarnokban is. Nagyon-nagyon sokan szurkoltak nekünk, és hát a végén aztán már nem sikerült elni. Nem volt sima meccs, tehát az itt, hogy nem volt sima meccs, de aztán visszaláttunk nekik, és így lettünk így jól az érmesek. De ugye a csoport meccsen, tehát az utolsó meccsen, ott, ha mi megverjük a jugoszlávokat, akkor nem a Szovjetunióval játszottuk volna a döntővé jutásért. Így van. Ez jelentette ez a Igen, tehát akkor elkezdjük. Én azt olvastam, hogy a 10 pontos szünetbeli vezetés után a második fél időben állva hagytak titeket a jugoszlávok. Én a Kozmános legőről arra emlékszem, hogy anyukám mesélt, hogy a kisfiam odavitte a tévéhez a Comisú megérte. Büntetőt dobtam, és egy éves volt, és Comisnak talált. Ennyire emlékszem. Olyan rég volt, hogy igen, az valahogy nekünk, tehát annyira megmaradt meg bennem, inkább a jugoszlávoknál ez a meccs, hogy a protézenél játszottunk, de a való igaz, hogy szerettük volna elkerülni a szovjeteket, és ha az a meccs megvan, akkor igazából nem velük kellett volna játszani, és döntőt játszottunk volna. A jugoszlávokról még bocsi, az jut eszembe a 80-as olimpiára, hogyha visszatérhetek egy másodpercre, hogy engem valahogy nem tudom. Játszott a Bácsi. És nekem annyira feküdt a Jugó Centernek a játéka, hasonló adottságú, hasonló magasságú
játékos volt, csak sokkal csúnyább. És sokáig nem rakott el, és az utolsó 5 percben beállított, de már ott szétmenekítettek, magam tiszteidek voltak, és 13 pontot dobtam. Hogy 11-et dobtam, és 13-mal vezettek. És én akkor annyira úgy éreztem, hogyha csak egy kicsit hamarabb, annyira emlékszem, hogy hogy hívták azt a utána Franciaországban ellenfelem volt a NAND-ban is, mindig nagy örömmel nyertem ellene, mert azért ez mindig megvolt ugyanazon a posztonban játékosan, de akkor az borzasztó fájdalom volt nekem annak az olimpián, hogy akkor Laci bácsi egy kicsit a maradva vele, biztos, hogy megvegyük. Ez most elég nagy képen hangzik így, de én akkor ezt úgy éreztem, és ez így maradt benne. De azt még hozzáteszem el az előbajosságra, hogy az annak a milliója, mert minden nagyon fantasztikus volt. A város felbújult, rengetegek jöttek a meccsekre, hogy megállapodott a még a mostani, vagy a régi stadion előtt, ott játszottunk ugye, és akkor ugye a busz megálló oldal, kellett bemennünk ugye a csarnokba előről, és akkor két oldalon a közönség, úgyhogy alig tudtuk levegőt kapni, és akkor simogattak bennünket, vintettek, megtettük, meg hajrá, mondanom. Tehát egyszerűen olyan fantikus